Az unokázós csalók fogalma néhány évvel ezelőtt terjedt el a megyében, főleg Nyíregyházán, kísérleti szakaszban és végrehajtás közben is fogott el csalókat a rendőrség. Néhány hónappal ezelőtt ismét akadt dolga ezzel a módszerrel a hatóságnak. Ennek lényege, hogy az idős nagyszülőt ismeretlenek felhívják az éjszaka közepén azzal az indokkal, hogy az unokája balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége, hogy rendeződjön a probléma. Az unoka azonban nem tud érte menni, de elküldi a barátját, aki a helyszínre viszi a nagyszülőktől kapott pénzt, vagy esetleg nagyobb értékű ékszert. Nagyon fontos dolog ilyenkor, hogy a nagyszülő egyrészt kérjen egy visszahívást, meg tegyen fel ellenőrző kérdést, hogy melyik unokámról beszélünk egyáltalán, hiszen honnan tudná az elkövető, hogy pontosan hogy hívják az unokáját. De a legfontosabb dolog az, hogy hívja, akkor jó, de teszem, unokám, és vissza foglak hívni mindjárt. És nyilvánvalóan akkor kiderülhet nagyon gyorsan, hogy ez egy csalásról beszélünk. Tehát itt megint egy olyan dologról beszélünk, hogyha erről fontos, hogy a szülők és az unokák is, a nagyobb unokák is beszélgessenek a nagyszülővel, hogy nem életszerű az, hogy egy közlekedési baleset helyszínére ékszert kell kivinni, hogy megoldják a problémát. Az sem életszerű, hogy készpénzt kell kivinni a helyszínre, és ezt a rendőrnek át kell adni a helyszínen, hogy ne legyen belőle probléma. Tehát ezek mindig olyan trükkök, meg olyan módszerek, amelyeket, hogy végig gondolunk, akkor nincs benne életszerűség. Az elkövetők ilyenkor azt próbálják meg kihasználni, hogy egy nagyszülőnek az unokája a mindene. Az elmúlt évek kommunikációjának azonban úgy tűnik, van haszna. Egyre kezdetibb szakaszban dugába dőlnek a csalók próbálkozásai. Szerencsére az elmúlt időszakban ezek egyáltalán nem érték el a céljukat, tehát nagyon komoly propaganda tevékenység van a rendőrség részéről, prevenciós munka az unokázós csalások megelőzése érdekében. A megyei nyugdíjszövetsége nagyon jó kapcsolat, úgyhogy azt kell mondjam, hogy azért a nyugdíjasoknak a túlnyomó többségét el tudtuk már érni ezzel a történettel, hogy miről is van szó. Kísérleti szakaszban maradnak ezek az elkövetések, de azért azt látni kell, hogy ha egy is bekövetkezik, az egy is sok, egy is pont több egyel, mint amennyinek kellene lennie. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy erről folyamatosan beszéljünk, hiszen, ahogy mondtam, korábban évekkel ezelőtt volt erre példa, most évekig nem volt példa, most megint volt példa, tehát ez egy ilyen hektikusan változó történet, de nyilván az elkövetői kör az nem fogja feladni, az úgyis fog próbálkozni, nekünk pedig beszélni kell erről. Azért is fontos rendszeresen beszélgetni erről, mert a mesterséges intelligencia terjedésével folyamatosan érkeznek az újabb módszerek. A robot képes lesz a szüleink vagy a gyerekeink hangján és stílusában megszólalni, így a telefonon érkező segélykérés az unoka valódinak ható, utánzott hangján is elhangozhat.